A kék róka egy csavarokkal teli középosztálybeli szerelmi sokszöget mutat be, néhány szereplővel. A mű elsődleges konfliktusa után azonban egyre mélyebb történet bontakozik ki, melynek során kiderül, hogy senki sem az, akinek látszik. A Déliné program az 4 évvel ezelőtt indult, mi a 4. évadunkat csináljuk, mi vagyunk a Déliné társulat, ez egy kis 15-16 fős társulat. De a program nem csak ennyiből áll, van egy országjáró, egy vándorszínház és egy barangoló a programja is. A feladata az, hogy a kisebb településekre, ahová nehezebben jutnak el színházak, ahol piaci alapon ez nem engedhető az ő költségvetésükből, egy állami forrásból biztosított kereten belül a beregisztrált intézmények, azok egy listából választhatnak előadást, és így juthatnak, férhetnek hozzá a kultúrához, ami egyébként nem állna módjukban. Itt ez nem csak rólunk szól, mi csak egy része vagyunk a programnak, de vannak benne kőszínházi előadások, amik regisztráltak, vannak fiatalok, akik a mi próbahelyeinken állíthatnak elő egy előadást, mind bekerülnek a rendszerbe, egy listára, és a beregisztrált intézmények erről a listáról válogathatnak. Egy szerelmi 3-4 sokszögről beszélünk, egy nagyon lendületes, és azt hiszem, hogy elgondolkodtató, élvezetes előadást sikerült létrehoznunk. Valahol úgy a 40. környéken járunk, azt hiszem, és borzasztóan szeretjük játszani mindannyian. Van egy olyan sajátos hangulata, ami mindig magával ragad bennünket, és egyszerűen jó benne lenni. Biztos, hogy az a róka, amit én hagyok ki, mert a külsőn is gyanús. Minden, ami rajtam van, Előgomblós blúz. Nagyon tanulságos ezt vidékre, kisebb településekre elvinni, nagyon nagy feladat ebbe bevonni a nézőket, de nagyon szép visszajelzéseink vannak róla, és az egésznek a kiállása, a hangulata az legtöbbször sikerre vezet bennünket. Jézusom, itt Sándor szokott sönyelni. Sándor? Sándor! De hiszen Sándor Svájcban van. Svájcban! A mű ezen feldolgozása több ponton is változtat az eredeti cselekményen, ami nem csak izgalmasabbá, de álomszerűvé is teszi a nézői élményt. Dányi Krisztián szerint, aki az aviatikust, Trill Bárót játssza a darabban, a legfontosabb az, hogyha a történet időnként nehezen követhető is, engedjék el magukat a nézők, hiszen minden, amit nem értenek, egy álomkép. Ez egy nagyon izgalmas polgári darab, a Víg Színházban mutatták be annó. Mi egy kicsit, pontosabban a rendezőnk vezényletével, leginkább ő, hogy mondjam, tehát tettünk bele olyan helyzeteket, szituációkat, amik eredetileg nincsenek benne a darabban. Ettől izgalmasabbá tettük, viszont egy kicsit a történetet nehezebben követhetővé tettük. Olvasva én egy teljesen jó kis polgári darabot érzékeltem, és ebből csináltunk egy ilyen nagyon sok álomképpel, nagyon sok újdonsággal, mint egy csillagszóró, így a csillagszórónak ezek a kis fényei repülnek, ezek a kis morzsák, amik élvezhetőbbé teszik, tehát hogyha mi csak ülnénk és egy társalgási darabot mondanánk, akkor lehet, hogy sokan elaludnának. Próbálják meg élvezni, még akkor is, ha van, amit nem tudnak a következő jelenethez hozzákapcsolni. Élvezzék, engedjék el, és amit nem értenek, gondolják azt, hogy ez egy álomkép. A Színház Mindenkinek programsorozat lehetőséget biztosít arra, hogy a vidéki városok, kisebb települések is hozzáférhessenek a színvonalas színházi produkciókhoz. A Tolnai Művelődési Központ célja az együttműködéssel a kultúra és a művészetek népszerűsítése. A Tolnán most ez a második produkció, a tavasszal vagy nyár elején volt a János Vitéz, és azt követően még lett volna egy produkciónk, de sajnos az technikai okok miatt nem tudtuk megvalósítani. Úgyhogy most ez a mostani a Kék Róka, és sikerült még egy
produkciót kapnunk, ami valamikor tavasszal majd megvalósul, és hogyha igaz, akkor ez pedig a Herceg Ferencnek az Ördög című produkciója lesz. Úgyhogy, de ez még egyeztetés tárgyát képezi, mert ez egy viszonylag elég hosszú folyamat, úgyhogy de reméljük, hogy lesz belőle valami. A kedvezmény az annak köszönhető, hogy állami finanszírozás van benne. Gyakorlatilag 200 forintos jegyáról lehet bejutni a produkcióhoz, vagy a nézőközönség közé, és a többit azt viszont az állam kifizeti az, annak az adott társulatnak, aki éppen szerepel. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kedvező, országos, nagyon jó produkciókat hoznak létre, színvonalas műsor, sok esetben ugyanezt a produkciót látja a közönség, akár a Nemzeti Színházban, vagy a Zalaegerszegi Színházban, vagy Kecskeméti Színházban is ugyanezt láthatják, és gyakorlatilag tényleg a legkisebb településekre is eljut így a színház. A Tolnai Művelődési Központ tervei szerint az év során még számos hasonló programon vehetnek részt a Tolnai Színház kedvelők.